Szevasztok, srácok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, elnézést a kicsi késésért, csak a Windows Update beindult, és ha a Windows Update beindul, azon nincsen fék. Kész. Úgyhogy, de nem baj, ide értem, úgyhogy elkezdjük a Witchert, az elsőt. Nem tudom, hogy én akarom ezt. Alapvetően az első végigjátszásom az egy game-breaking buggal végződött, úgyhogy újra kellett játszanom. Abban most remélem nem fogunk belefutni, mert na mindegy, annak nem örülnék. Majd próbálok figyelni rá, amennyire emlékszem, persze, de mindegy, megoldjuk. Tehát nem lesz probléma. Legalábbis remélem. Na, úgyhogy a Witcher első részével fogunk játszani. Alapvetően az a koncepció, hogy felgöngyölítjük a backlogot, tehát amit kértetek játékokat. Ezzel kezdjük, mert jobb ezen hamar túlesni. Nem azért, mert ez egy rossz játék, hanem azért, mert nem öregedett szépen. Maradjunk annyiba. Amikor megjelent, akkor tényleg mindenkinek leesett az álla, hogy mennyire menő játék. Aztán kapott egy Enhanced Edition-t, de olyan sokat nem változott a dolog. Úgyhogy, na mindegy. Úgyhogy ez lesz a menet. Igazából én guide-okat nem is tudom, hogy néztem-e. Talán van, de szerintem annyira különösebben nem fogunk a szerint menni, csak hogyha valamit nagyon elakadunk, vagy valami van, akkor elnézünk. 2007-es, igen, 2007-ben jelent meg. Hát az nem most volt. Nem most volt. Az Enhanced Edition az, nem is tudom, 13-as, vagy 12-es talán, valami ilyesmi. Vagy 9, lehet, hogy 2009, majd kavarodnak az évek. Szóval még az Enhanced Edition is régi. Na. Mindegy, jön majd a remake, de azt nem akarom megvárni, mert ki tudja, hogy mennyi idő, úgyhogy Witcher. Na. Megvan az akkori GameStar? Az menő. Szerintem még nekem is van valahol ilyen régi GameStarok, meg PC World, meg ilyesmi. Na. Elindítom a játékot. Technikai parák lehetnek, mert régi game, meg BioWare Engine, szóval, vagy Aurora Engine. Na mindegy, nézzük az intrót. Az menő. És nagyon hosszú. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast. Hello, para. Sia. The traitor responsible for the curse became the bait. Hát igen, egy ideje itt vagyok para ezen a csatornán. De nyomjuk, heti 2-3 stream van általában.
Nevermind, ne mondj ilyet. Az Immigration nem lehet, nem a NAV. Ez szerintem a játéktörténelem egyik leghosszabb intrója. Milyen kint? Én jól érzem magam nagyon. Jók a kollégák, jó a munka, jó a hely. London nagyon szeretem egyelőre. Úgyhogy, ja. Jól érzem magam itt. Meglepően jó érzés, hogy a kollégáim nagy része értelmes ember. Nem csak néhány. Nem. Egy kutatócsoportban vagyok. Tanítottam is már gépi tanulást. De nem az a fő. Befrog jó lenne amúgy. Szerettem csinálni a befrogot, bármennyire is furcsa. Egyetemen vagyok kutatása. Egyetemen vagyok kutató, és amin dolgozok open source, szóval. Nincs semmi NDA, abszolút. Hát még így szoktam kódolni néha a másik csatornán, tehát a rendes csatornán. Mondjuk csak ilyen egyszerűbb code cleanup-okat, mert azon nem kell agyalni. De... ezzel egyedül vagyok, hogy csak én szerettem a devprogot? Lehet amúgy. Bejárni te is szerettél. Hát annak is kellett idő, mire kiforta magát. És mire teljesen kiforta volna magát, el is jöttem. Igen, para, így is mondhatjuk. Senki sem pótolhatatlan. De nekem ez az alapítványi rendszer, ez már nem... tehát... Ott az... nyilván sok oka volt, hogy eljöttem. De azon nagyon látszott, hogy az nem. Hát igen. Nyilván
Én nem is tudom, hogy kikkel pótoltak amúgy, hogy ki volt a... ki utána nem jött. A Pro 2-t tudom, de többieket nem igazán. És különösebben számít. De jó. Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War. The time of the sword and axe. The time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Na. Ez ugye a strigás quest lesz, majd szerintem csináljuk. Nem tudom, hogy kötelező-e, de biztos, hogy megcsináljuk. Igen, az benne van a, ugye, a könyvekbe is. Jó. Na, nézzük meg. Ugye ez nagyon fontos, hogy egy kicsi móka is legyen a dologba. Igen, OTS kameramód. Oké. Okay. Amúgy nem halk a game, majd menet közben állítunk rajta, mert biztos kell. Hát... Na mindegy, majd meglátjuk. Jó, ez meg oké. Na, és van magyar. És egyébként itt vannak a mentések. Tehát egyszer már végigjátszottam, ugye ez a legutolsó pálya. Hát nem ma volt ez se, de... Na mindegy. Jó. Hát akkor kezdjük el. What? Na, a nehézen biztos, hogy nem fogunk játszani, mert amúgy is agyfaszt fogok kapni ettől a játéktól, nem kell még nehezíteni. Viszont a könnyű az meg, tehát azzal elvi gondjaim vannak. Tehát könnyűn kijátszik. Érted? Tehát itt azt írja, hogy tapasztalatlan RPG játékosoknak. Hát mi nem azok vagyunk, ugye? Tehát mi tapasztalt RPG játékosok vagyunk. Úgyhogy marad a közepes. Oké. Okay. Igen, ebben van ilyen izometrikus kameranézet. Arra majd ránézünk, de... De nem azzal fogunk játszani, hanem a over the shoulder camera nézettel. Így van, para, ezzel teljesen egyetértek. Tehát a könnyűt az elfből nem, a nehezet meg azért nem, mert végig akarom játszani. Tehát nem akarom félbe hagyni. Oké. Okay. Na kezdjük. Kaer Morhen külső terület. Ugye ez a könyvek után játszódik. Az északi királyságok 5 évig nyalogatták a személyeket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított. Tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. Az erdők mélyét, az utakat és a korábbi csatatereket torz szörnyek uralták. A városokban és falvakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a Witcherekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború után. Fura magyarul. Hát lesznek majd benne vicces dolgok. Ugye ezt úgy szinkronizálták le, hogy nem látták, hogy mit szinkronizálnak. 200 IQ. Már nem attól, aki szinkronizálta, mert neki nem volt választása, hanem hogy nem adták oda a játékot, vagy nem volt kész, már nem is tudom, hogy mi volt pontosan. A lényeg, hogy látatlanba szinkronizálták.
És amúgy először én sem magyarul játszottam. Angolul. Hol vagyok? Feküdj le, minden rendben. Nem tudom merre jártál, de fő, hogy életben vagy. És itt vagy a barátaid közt. Bár úgy nézel ki, mint aki most kell ki a sírjából. Színmunka az elképesztő. Már kell állítanunk a hangon, mert nagyon halk a voice. Nem emlékszem semmit. Hamarosan beszélünk eleget. Közeledünk K.R. Morenhez. És ugye az a felütés, hogy ugye a könyvek után játszódik, ahol, hát nem spoilerezem le, hogy mi történik Geráltal, de a lényeg, hogy valahogy előkerült, megtalálták itt Kaer Morhennél, viszik be, de amnéziája van. Tehát nem emlékszik semmire. Vezemír! Hozd ide Triszt! Ú, igen, Trisz. Itt is lesznek már választások egyébként. Vigyelek, az időtök lassan lejár. Élvezzétek ki a szépet, amíg lehet. Nincs védés. Nem mondhatom elégszer. Piruett, amit mindig egy hátsó keresztvédés követ. Mindig. Alig két nap telt el, amikor rád találtak. Neked köszönhetem a felépülésemet. Köszönöm, Triss. Emlékszel valamire? Nem sokan. Nézd, azok a mozdulatok ismerősek. Piruett, hárítás, vágás. Érzem, kötődünk egymáshoz. Tudom, hogy te fontos voltál nekem. Geralt, mi... Half-Life 2-ben jó volt a mimika. Hát... Jó, mondjuk az a Half-Life 2. Hamarosan az tényleg... Az idő lassan telik, Gálmod. Tényleg kiemelkedő volt. Működött! Nem rossz, pihenjünk. Mit gondolsz, Geralt? Készen áll az útra? Ki? Milyen útra? Várjuk meg a többit. Egyedül van. A professzor 50 órent ígért minden korcs megölésé. Ő az enyém! Veszemír, társaságot kaptunk. Na, kezdődik a móka. Becsukom a kaput, Geralt, ragadd meg a kardot a tréning bábúknál. Na. Oké. Okay. Kattints a bag elejé gombbal a kardra, hogy felvedd. Oké. Okay. De... Na, várjatok. Kamera érzékenysége. Igen. Hang. Oké, okay, hangeffektek. Na jó, talán így jó lesz.
Olyan a Szenzi. Oké. Kattints a bal egérgombbal az ellenfeleire a támadáshoz. Jó, és... az életerő a lábuknál van. Oké. Én kattintok. Oké. Hogy mi? Válfölti kameramódban VSLD gombok, igen. Nyomva tartod a shift gombot, szabadon mozgathatod a kurzort. Oké. Küldetés friss. Oké. Hogy érzed magad? Jól. Jó. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák soha nem támadnák meg K.R. Morent. Azt mi is tudjuk, Marigold. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslatait közül. A megfelelő időben, Lambert. Elég. Ellenőriznünk kell a többi lehetséges átjárót. A felső udvarhoz. Lootolni nem lehet. Nem. Jó, akkor megyünk. Hova megyünk? Ja, oda föl. Oké, menjünk. Jó, az ilyen tutoriál rész egyébként. Tehát... Szenzi az valami elképesztő, várjatok majd. Hát, talán jobb egy kicsit. Mi történik? Megpróbálják áttörni a kaput. Faltörőkos nélkül próbálkozhatnak. Ha. Ennyi az volt, érted? Ez? Egy rémsáska, egy kegyetlen bestia. Rémsáska. Savola, ismerem őt. Egy őrülten ambiciózus, erkölcstelen mágus. Feljönnek ide, készüljetek! Még többen jönnek, betörtek a felső udvarba! Az a szemüveges a professzor. Öljétek meg! Varázserőt érzek. Egy varázsló van közöttük. Hát de nem a Savola a varázsló. Professzor, tudod az utat. Menj! Oké. A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Egy igazi törvényen kívüli. Nem hallottam a varázslóról. Marigold, jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod-e Savollát? A többi a vicserek dolga. Meg fogom próbálni. Vagy ő mágus, nem pedig közel varázsló. A rémsáska nagyon veszélyes, de érzékeny az erős zajokra. A harangok a felső udvarban. Pontosan. Ez kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és a banditákat. Leo, lépj hátra. Geralt, te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. Amikor ott leszünk, Chris megállítja Savollát és az állatkáját. Mi alatt mi felkészülünk, hogy foglalkozhassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Valamit ki fogok találni. Gyerünk, csináljuk! Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt visszavonulunk. Geralt, kövesd a falat és törj át a toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső udvarhoz. Értettem. Egyedül. Ők csak banditák, bár az egyikük ismerős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Sok szerencsét, farkas! Egyedül? A srác hangja fáj? Hát igen, jó mini térképet tudjuk nézni. Lángoló kardra, akkor kap... Jó, oké. Okay.
A bal gombbal végezhetsz vele. Király. Szóval igen, a srácnak azért adtak ilyen hangot, mert hogy elvileg fiatal, tehát még ilyen gyerek. Mondjuk akkor adhattak volna hozzá ilyen... külsőt is. Visítani fogsz. Az volt egy kivégzés. Oké. Jövünk erre. Azt is megbánod, hogy megszülettél. Oké, megyünk tovább. Szórakozz és meghalsz. Hiszem, hogy erre fel tudunk menni, de... nem. Nem tudunk menni, úgyhogy akkor... lehet, hogy simán csak megyünk a quest után. Igen, ez itt le van zárva. Ugye ez zárta le a professzor. Úgyhogy akkor megyünk a torony fele. Föl a falra. Ja, igen. F-t a quick save. Arra figyelni kell. A gyors stílus segítségével legyőzheted a mozgékony ellenfeleket, bármikor használtad ezt a stílus, csak rá kell kattintanod a macska ikonra, vagy meg kell nyomnod az X gombot. Az erős stílus a nagyobb páncélos ellenfelek legyőzéshez ide, és bármikor használtad a Y gombbal. Oké. Visítani fogsz! Oké. Aktív szünet. A space gomb be vagy kikacs. Van pause. Nyomják lent Lamberték. Meg Trissot varázsol. Oké, mehetünk. Hoppá. Nem tudunk átjutni. Kövess vissza Szavolához. Oké. Tony Fox. Okay.
Oké, itt is vagyunk. Visítani fogsz! Egyelőre nem sokat sebeztek rajtam. Mondjuk lehet, hogy a játéknak ezen a részén még nincs is. Oké, és akkor ki kéne nyitni a kaput, ugye? Vagy mit kell csinálni? Ja, még itt van egy. Igen. Jó, most kell kinyitni. Ja, még itt volt egy enemy. Arém sáska. Geralt, csoda, hogy életben vagy. Szólhattál volna a lépcsőkről. Lambert és Eskel azt hitték, hogy megjavították tegnap. Mi alig ha vagyunk kőművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártoronyban rejtőznek. Nézzetek szembe az igazsággal, bicserek. Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak. Triss, mi a helyzet? Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard és hóró kaprém. Úgy értem a labort, és ezt te is tudod. Hórókaprém. Valaki a híres mutagényeiteket akarja. Oh shit. Ne bocsátkozz találgatásokba. Trissnek igaza lehet. Ki kell találnunk, mit akarnak. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat fordítanunk egy ilyen erős mágusnak egy rémsáskával a nyomunkban. Nem engedheted be a banditákat a laborba. Igazad van, mint mindig, drágám. Geralt, te már ismered a mágusokat. Találd ki, mit akar. Leo majd vezet téged. Csak felderítés, vagy? Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. Hát ez nagyon jó. El tudom intézni. Megnézzük, mi történik odabent, és visszajövünk. Tehát olyan hangja van, mint egy 12 évesnek. Vidd magaddal ezeket a főzeteket minden esetre. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Elmondhatom, hogy működnek. Biztosnak kell lennünk, hogy senki más nem fog bejutni. Triss, drágám, maradj velünk arra az esetre, ha Savollának új ötletei támadnak. What? Kattints a batyú ikonra a képernyőn, vagy nyomd meg az I gombot. Kattints jobb gombbal a villámfőzetre az elfogyasztáshoz. Aha. Jó, akkor a főzetet benyomjuk. Igen, ott van a státuszikom. Az okozott sebzés 100%-kal nőtt, kitérés 50, hárítás 50-re esett vissza. Hátrajövő idő 8 óra. Talán annyi elég lesz. És akkor ezt pedig betesszük. Hova? Ide. Oké, és akkor... Jó. Világos, minden világos. Az nem teljesen, hogy hova kell menni, de nem baj. Be kell mennünk, ugye? Igen. Volt mentés? Nagyon fasza. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnem a mai edzésen. Megütötted Lambertet?
Gyakoroltunk, mikor a vihar jött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomron ütöttem. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Mindig, mikor Lambert legyőz, azt mondja, hogy van bennem tehetség. Oké. Jó. Ah, és akkor a dupla izé a kitérés. Hát vagy nem. Ja de. Leo! Oké. Oké. Csoportos stílus, igen, ez meg a C. Ha sokan vannak. És akkor ez ilyen... itt terít. Maradványok. Ó, és akkor itt a loot. Van nála egy csirke, az fontos, meg két órán. Hát ezt elvettük. Oké, nála is van két órán. Oké... Na, a csirkecum van csak. De nem baj, azt is eltesszük. Itt is vannak maradványok, itt is pénz. A loot a legfontosabb, ezt már most mondom. Oké. Okay. Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Yes. Menjünk. Ezt meg kell beszélni. Az energia, amit az elemek köréből vontál ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a vicsereket? Panaszkodtál, hogy szavolláé lesz az összes, és neked egyet se hagy. A fehér farkas látványa keltett benned félelmet. Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott vicser egy ismert gyilkos. Leo, szívesen megküzdök vele. Gyerünk, kis professzor. Az idő a legfontosabb. Uralom az elemek körének erejét. Nem jelentenek veszélyt. Oké. Okay. Visszadolgozni. 15 percen belül készen akarom látni a mutagéneket. A vicserek ne zakassanak minket. Elvágták az utunkat. A mágikus akadály elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Kirabolnak minket. Geralt, tisztítsd meg az utat. A jelet használd. A jelet? Jel? Az árd. Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujjam. Varázsold az árdot a törmelékre. Nem emlékszem a jelekre. Menjünk az elemek köréhez, amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Menjünk. Menjünk. Oké. Okay. Menjünk. Azt mondja, követnem kell Leót. Leo, itt egy láda. Van benne kovakő. Nagyon jó. Leo. Hol van Leo? Rohadt sötét van. Suttogó kövek köre. Ez egy erőhely. Kattints a balagyomban az elementális kőre, ha meg akarsz tanulni egy jelet. Sikerült. Törd össze. Tudtam, hogy működnie kell. Menjünk vissza, mielőtt Lambert egymaga megöli a rémsát. Törd össze. Az árnyél egy teletiken...
telekinetikus lökés hullám, mely megtisztítja az eltorlaszolt utakat, vagy feldönti az ellenségeket. Kattints jobb gombbal a földre, vagy egy ellenségre a jel aktiválásához. Oké. Okay. Itt is egy láda. Köszörűkő. Vagy sötét van még mindig. Oké. Okay. It works. Mit tudtál meg? A banditák a labort keresték. A mágus az elemek körét használta, hogy egy mágikus gátfalat hozhasson létre. A minden itt is sosem nőttök fel. Miért nem említetted a kört? Triss, gyermekem. Ez nem tűnt fontosnak. Most értünk ide. A mágus kapcsolódott a körhöz, hogy létrehozhasson egy olyan portált, amin keresztül bárhová utazhat és bárhová magával viheti a felszereléseteket. Hibát követtünk el, de azt mondtad, hogy a mágus ártalmatlan. Azt mondtam, nem ismertem. Azt hiszem, most mindenek előtt a labort kellene védenünk. Ne pánikolj, Marigold. Tudjuk, hogy látni szeretnéd a mi Witcher titkainkat. Nem fogok kezeskedni magamért, ha ez az idióta nem fogja be. Elég legyen, Lambert, ne gyötörd Trisst. Mutasd némi tiszteletet. Triss. Ha mi a laborhoz megyünk, ők körül fognak venni minket. Mi ismerjük a taktikákat. Talán szét kellene válnunk. Geráltnak igaza van. Meg kell ölnünk a rémsáskát, és védenünk kell a labort. Ehhez szét kell válnunk. Ki merre lesz? Én lemegyek. Csak én törhetem át a gátfalat. Feszemír. Én maradok, és elbánok a rémsáskával és Szavollával. Te, Gerált, mindkettőnknek szüksége lehet a segítségedre. Ja, és akkor így lehet választani. Igen, már emlékszem. Hát... Én mennék a laborba, megmondom őszintén. Úgyhogy oda megyünk. A labor fontos. Én Trisszel megyek. Én is! Eszkel és Lambert velem marad. Szavolla varázsolt. Valami történik. A föld megremeg, érzed? Áttörnek! Gyorsan, védd meg a laboratóriumot. Oké. Okay. Kemény küzdelem vár ránk. Még egy főzet. Vedd el ezt a főzetet, amit Röd Bagolynak hívnak. Ez helyreállítja az állóképességedet. Nagyon hasznos lehet, amikor mágusokkal harcolsz. Menjünk. Menjünk. Oké. Okay. Röd Bagoly. Ja, ki lehet cserélni. Állóképesség regeneráció. Hát betoljuk ezt is. Miért is ne? És még a healnek is maradt hely. Jó. Hello? Nem mehetsz tovább, fehér ember. Megidézek egy hatalmas démont, aki darabokra mi az, hogy fehér ember? Ez csak bluff. Kimerült a teleportálástól. Lefoglaljuk őt, és csatlakozunk hozzád, mielőtt áttöröd az akadályt. Az embereim energiája fog erősebbé tenni engem. Senki nem szórakozhat a szalamandrával, senki! Ez
Lehet, hogy itt heavy-vel kéne. Igen, igen. Senki nem szórakozhat a szalamandrával! Senki! Betoljuk a healt. Nagy baj legyen. Mi az, hogy ribanz? Pű! Oké. A labor felé tartanak. Honnan tudod? Mi van azzal a szörnnyel az emeleten? Segíteni akartam, de nem tudtam áttörni azon a különös körön. Szavolla fűbe harapott. Ez az, ami számít. Fűbe harapott. Be kell jutnunk a laborba. Gyerünk. Zafír. Testes kedveni, az fontos. Ez is gyűrű. Nyilván kilútoljuk. Mindjárt megyünk a laborba. Oké. Zárva. Ó, Triss. Kifosztják a labort. A másik mágus egy. Siess! Triss nincs jól. Na. Megtalált. Ha megvan, amiért jöttünk. Professzor, intézd el azokat a vicsereket. Hát ez remek. Azt hallottam, a vicserek képesek a nyilat reptükben kivédeni. Well. Lássuk. Leo, állj! Ó, Leo, basszus. Egy újabb tündérmes. Shit. Mi történt? Összetört bordák, átszúrt tüdő. Haldok. Fehér Raffart főzetére van szüksége. Tarts ki, Leo! Itt volt. Nem találom. Vesemir. Leo halott. Very sad. Hogy? Megtámadta a professzort. Elkéstem. Ez nem a te hibád, Geralt. Mi mindannyian hibásak vagyunk. Trissnek alig sikerült. Ha velünk harcol... Rossz idők járnak a vicserekre. És valami assúgja. Ez csak egyre rosszabb lesz. Fent már biztonságos? Viszonylag. Néhány haramia van még fent, de majd később foglalkozunk velük. Haramia.
Fáradtnak tűnsz. Szeretném, ha pihennél. Én őrködöm és őrzöm a testet. Oké. Meditáció ikon. Belépek meditáció módba. Egy kicsit pihenek, aztán felkészülök. Pontokat kaptál. Ó, karakterfejlesztés. Jó. Oké. Na, mennyi pontunk van? 3 pontunk van. Jó, hát igen, bronz. Ugye 15-ös szintig ilyen bronz pontokat fogunk kapni. Azt nem látom, hogy hanyas szintűek vagyunk. Mi az, hogy hős? Esetlen Witcher. Jó, és akkor ezeket... Aha. Értem. Jó. Na, azt mondja, hogy sebzés plusz 5, hárítás plusz 5, élet plusz 25. Oké. Spic. Fájdalom immunitás, sebzés plusz 25%, kitérés, hárítás mínusz 50. Csak akkor működik, ha Geralt ittas állapotban van. What? Oké. Harci hajlandóság, sebzés plusz 50. Csak akkor működik, ha Witchernek kevesebb, mint 25%-nyi élete van. Jó, erő második szint. Oké, ez mehet. És akkor ezekre is tudunk adni, ugye? Hát nem tudom, hogy erre kell feltétlenül. Mondjuk itt... Ja, várj. Ó, értem. Oké. Új, basszus. Azért van egy pár. Ó, oké. Jó. Azt hiszem értem. Kézügyesség. Jó, ez mindenre ad 5%-ot. Kitartás. Ez az állóképesség meg állóképességre. Igen. Intelligencia. Az meg a jel. Intensity. Hát, én maradnék az erőnél. Viszont akkor lehet, hogy a kardra kéne adni. Acél erős. Az első támadás az hozzá két ütésből áll. Ja, ez megvan. Igen. Akkor ez... 20-40. Hát, növeli a sebzést. A damage az sose árt. Jó, és akkor meditálnunk kéne. Jó. Aha, itt mi van? Ja, ez a napló. Ó, oké, van ilyen naplónk is. Jó, Kermuen védelme, Leo halála. Jó, és akkor itt leírja, hogy mit kell csinálni. Oké, karakterek. Oké. A professzor. A szalamandrák Kermoren elleni támadásának egyik vezetője, a professzornak nevezett ravasz bérgyilkos volt. A másik vezér egy mágus. Jó, ez kell. A Kermoreni higgadt Witcher a zsebemben van. Mi van? Kíváncsi vagyok, hogy honnan szerezte azt a csúksebet. Mi van a zsebébe? Jó, oké, itt az ismeretlen mágus. A mágus megtámadta Kaer Morhent, mert el akarta lopni az erődben elrejtett Witcher titkokat. A Kaer Morhent megtámadó csapatok egyik vezetője egy annyira erős mágus volt, hogy még Triss Merigold sem tudta legyőzni őt. Az által vezetett szervezetnek egy szalamandra jelképe. Oké, Lambert, a fiatal Witcher, akivel Kaer Morhentben találkoztam, nagyon cinikus. Triss Merigolddal igen modortalan, mindig a vezeték nevén szólítja varázslónőt.
Hát igen, ő később is eléggé... igen. Jó, Leo. Hát neki ennyi lesz a karakterbejegyzése. Leo Kermoren legfiatalabb lakója, még nem igazi Witcher, mert bár végzett a kiképzéssel, még nem esett át a mutáción. Leo egy forró fejű kölyök, de amúgy rendes. Kiderült, hogy Leo oda van értem, bárványként tisztel, mióta meghallotta a fehér farkasról szóló balladákat. Leont megölte a professzor, a Kermoren elleni támadás egyik vezetője. A fiú túlságosan tapasztalatlan volt, még nem tudtam segíteni, neki pedig mellette álltam. Triss az oldalunkon harcolt a Kermoren tér támadás során, a varázslónő kiállt a titokzatos mágus ellen, aki a támadás egyik vezetője volt. Megsebesült, majd eszméletét vesztette. Ironikus módon Triss allergiás a mágiára, így csak természetes gyógyfőzetekkel lehet kezelni. És Vezemír. Vezemír a legöregebb, legtapasztaltabb Witcher, talán öregebb, mint maga Kermoren. Teleit az erődben tölti, és útra kél, ahogy kitavaszodik. Kora ellenére Vezemír robosztus és élettel teli. Robosztus. Sok fiatal megirigyelhetné jó kondícióját. Kiváló vívó, ő tanította meg nekem a kartforgatás összes csínyát, bínyát. Rengeteg Witchert nevelt fel, köztük engem is. Olyan számunkra, mint egy nevelőapa. Valószínűleg Leo volt az utolsó tanítványa, a kölyök halála nagyon megviselte. Mi ez a kép Trissről? Hát így sikerült. Oké, helyek. Laboratórium. A híres Witcher laboratórium a testvériség legrejtettebb titkait őrzi. Mutagén növényekkel, halucinogén gombák, növényeket, halucinogén gombákat és főzett alapanyagokat. Azért működik a labor, hogy a fiatal tanulók áteshessenek a hihetetlenül fájdalmas füvek próbáján. A kevesek, akik túlélik a műveletet, emberfeletti képességre tesznek szert. Jó, és Kermoren egy megközelíthetetlen hegyi erőd, ami már évszázadok óta Witcherek főadiszállása. A hely neve a tündék ősi nyelvéből származik, náluk a Ker Amuirhen azt jelenti, hogy az ősi tenger erődje. A kastély dicső ideje már lejárt, az oromzat és a várárok felismerhetetlen, a tágas termeket hideg szél fújja át. Jelenleg csak egy maroknyi Witcher él itt, de valahol sok fiatal fiút kiképeztek ebben a Kármoren nevű hírhet pokoli helyen. Oké. Szörnyek még nincsenek. Receptek. Rőd bagoly. Ja, igen, mert akkor megkaptuk a receptet is, tehát nem csak a főzetet. Szóval hatása a rődbagoly főzet felgyorsítja az állóképesség regenerációját. A főzetet nagyra becsülik, azon Witcherek, akik aktívan használják a jeleket harc közben. Elkészítés a főzet egy adag vitriolba és két adag éterből készül. Alapjára elős alkoholt kell felhasználni. Hatóidő hosszú, mérgezés közepes. Mikor egy Witcher egy átkozott oldalán egész éjszaka ott akar lenni, vagy ha hosszú harcba bocsátkozik egy bestiával, akkor előbb a rődbagoly főzetet készíti el, mely páratlan állóképességet kölcsönöz neki. What? Mikor egy Witcher egy átkozott oldalán egész éjszaka ott akar lenni. Jó, fecske. A fecske felgyorsítja az életerő pontok regenerációját. A főzet egy adag vitrióval, egy adag éterből és két adag ribizből készül. Jó minőségű, erős alkoholt kell használni a főzet alapjául. Rövid hatóidejű, közepes mérgezés szint. Nincs a fecskénél szebb madár. Ő a tavasz előhírnöke, az élet megújítója. Hát attól függ, melyik égövön persze, de na mindegy. Még a sötét, renegánt mágusok, akik kitalálták a Witcher főzeteket, sem tudtak ellenállni ezen állatbájának, így a mutáns sejtek regenerációjáért felelős főzetnek az ő nevét adták. Villámfőzet. Jelentősen megnöveli az okozott sebzést, de csökkenti a hős védekezési paramétereit. Villámfőzet egy adag vitrióba, egy adag
Hidrogénumból, egy adag ribizből és két adag vermilionból készül. Nagyon jó minőségű, erős alkohol kell a főzet alapjául használni. Hosszú hatóidő, magas mérgezés. A vicserek azelőtt isznak ilyen főzetet, mielőtt páncélozott, kitartó és erős ellenfelekkel ütköznének meg. A villámfőzetből transzba esik a vicser, így jobban tud koncentrálni a harcra, hatékonyabb lesz és nagyobbakat sebez. Mindemellett elhanyagolja a saját védelmét, így könnyebb célponttá válik. Jó. Oké. Jó, hát itt vannak az összetevők. Igen. Jó, alapvető alkímiai anyagok, oké. Szószedet. In preparation for an all-night vigil at the side of a cursed man. Ó, így már értem, oké. Varázslók. Csak néhány emberben van meg az a tehetség, amitől varázslókká válhatnak. Ha csak az erőt birtokló egyén meg nem tanulja irányítani különleges képességét, valószínű, hogy egy őrült látnok lesz belőle. Ezért hozták létre a varázslóiskolákat, ahol a tehetséges gyermekek sok évig képezhetik magukat, hogy végül mesteri szinten elsajátítsák a mágia tudományát. Hála hatalmuknak a varázslók sokáig élnek, és nem mutatkozik rajtuk az öregedés komoly jele. A négy elemből nyerik varázsaikat, tudnak teleportálni, gyógyulni, de szemük pillantásával képesek ölni is. Kiterjedt tudományos és politikai tudástárral rendelkeznek, ilyen téren szinte képzettebbek, mint maguk az államfők. Jó, és az oktatások. Hát ezeket meg megnéztük. Ja, ezeket átnéztük. Ja. Igen, ez így menet közben ezeket mind. Jó. Oké. Na, és akkor... igen, itt a karak... Nem, mit keresek? Igen, van tárgylista. Ilyen is van. Alkimista zsák. Batyú. Jó, én nem is tudtam, hogy van. Na mindegy. Jó, itt van a karakter, ezt megnéztük. Van térképünk Temeriáról, nagyon jó. Itt az alkímia. Választ ki Triss orvosságának receptjét, így az összetevők automatikusan bekerülnek a fiolába. Ezt követően nyom meg a keverés gombot. A képen jobb alsó sarkában. Hát de nincs nem semmi összetevő, úgyhogy... Ez majd később lesz. Jó, ez meg... Okay. Jó. Akkor a szintlé pontokat elköltöttük, akkor lehet meditálni. Jó. Mindegy, elolvastunk mindent. Na, nézzünk szét. Nem nézzünk szét. Eszkel itt járt. Triss még eszméletlen, de stabil. Stabil? Ez remek. Ez jó. Elhagyjuk Kaer Morhent, farkas. Semmi nem köt minket ide. Értem. Örök búcsút kell vennünk Leótól, de várjuk meg Trisst, hogy felépüljön. A banditák.
Igen, be kell fejeznünk a dolgokat, de először készítenünk kell egy gyógyító főzetet Trisznek. Hozzávalókat kellene keresni. Semmi hasznosat nem hagytak itt. Hogy kell elkészítenem a főzetet? Lambert majd odaadja neked a formulát. Keresd őt a kandallónál, a mi bátor varázslónőnkkel van. Lambert nem gyűlöli őt? Bűntudatot érez, azt hiszem. Az első dolog, amit Triss hallani fog, amikor felébred, végre ébren vagy, Marigold. Ez Lambert. Lássunk munkához. Jó, akkor most tanuljunk meg a főzetet. Később meg fogom tanítani neked, hogyan lehet szörnyekből hozzávalókat kinyerni. A főcsarnokban leszek. Rendben. Kattints a bal gombbal a pergament tekercsigonra, vagy nyom meg a J gombot a napló nyitásához. Oké. Okay. Kattints a küldetések fületének. Oké. Okay. Kattints a főzet Trisznek küldetésre. Küldetés. Oké. Okay. Nagyon jó. Napló. Küldetések. Főzet Trisznek küldetés nyomon követése. Oda kell menni. Nagyon jó. Nem egyforma pay grade-je volt a szinkron színészeknek? Hát, igen, itt a szinkronnal azért vannak már gondok. Már csak egy mágus hiányzik, aki tudja, mit kell kezdeni ezekkel. Szekrény. Van benne fecske, nagyon jó. Vezemír. Ezért megfizetnek. Ezért megfizetnek. Egyszer lefektettek ide. Igen, így csinálták meg a... Hát gondolom a Trial of the Grasses. Vagy mi is a neve? Mohák és füvek. Büdösek, mint a nyüvek. Édes Istenem. Nevermind, elővetted a GameStar-t? Egy fotót a címlapról dobhatná a Discordra. Aha, ja, itt a suttogókő, erre most nem jövünk, mert nincs értelme, úgyhogy... Földszint. Nem tudom, hogy itt föl tudunk-e menni már. Nem. Valami nem stimmel? Készítenem kell egy főzetet Trisznek. Találsz egy fehér sirályfiolát az első emeleten a fegyverraktárban. Az első emeleti hálószobában fogsz találni egy kalcium ekumot. Úgy néz ki, mint egy fehér kő. A ládában keresd. Találd meg a haramiákat és végezz velük. Amögött az ajtó mögött egy lépcső van. Én mennék, de Marigold eszméletlenül fekszik a tűznél. Jó, és most el lehet megint mondatni vele. Hol találom a kalcium ekvómot? A hálószobában lévő ládában. Jó, hálószoba. Hol találok alkoholt? A fehér sirályt az első emeleti fegyverraktár. A szoba tele van fegyverekkel. Az jó. El kell mondanom neked valamit. El kell mondanom neked valamit. Mi történt? Leo, a banditák megölték. Oh. Nem volt felkészülve. Micsoda veszteség. Le fogjuk vadászni őket, és megbosszuljuk Leót. Viszlát. Viszlát. Készíts főzeteket meditáció módban. Először gyűjtsd össze a szükséges összetevőket. Jó. De előbb lootolunk.
Csirke. Az egy mekkora csirke. Csak a combját visszük. Birkacomb. Kibelezett hal. Hal. Tábortűz. Így lehet majd készíteni főzetet. Ne, Geralt, ne menj még ki. Jó, és itt tudunk fölmenni. Volt nála egy korsó sör. Nála meg két uren. Ja, menteni kell itt nagyon sűrű, mert fú. Tényleg amúgy a rendes mentésünk. Ó, jó, oké. Csinálja a mentést, jó. Fattyú! Itt egy szoba. Ott egy láda. És itt van kecskeháj, meg azonosítatlan főzet. Itt más nincs. Érdekes hálószoba. Ja, itt az ágy, jó, akkor oké. Szavasz! Kapcsolhatod a sorozatok visszajelző információit. Túl gyors, túl lassú. Oké. Hordó. Áfonya. Az jó. Itt a könyvtár. Fiókos szekrény. Palackozott víz. Hát egy kis vízes vasárt. Oké. El tudunk erre jönni. Birkacomb. Nagyon jó. Fiókos szekrény. Egy korsó sör. Oké. Nagyon jó. Van vízünk, van sörünk. Szóval fecske, kalcium ekum. Ó, ez is kell. Kecskeháj, azonosítatlan főzet. A rémsárka. Eltettük. És akkor a könyvet hogy tudjuk megnézni? Ah, a rémsáska. Információ gyűjtemény az igen ritka szörnyetegről, a rémsáskáról. Szörnyhatározó bejegyzést ad hozzá a naplóhoz. Új napló bejegyzés. És akkor ez a szörnyeknél van, a rémsáska. Nagyon jó. Lelőhely. A rémsáska... igen, Alföldön, meg a alacsonyabb középhegységekben. Szóval a rémsáskák igen ritkák, mágikus kísérletek során születtek meg. Egy rémsáska elkészítéshez a varázslónak nagyon erősnek és transformációs szakértőnek kell lennie.
immunitás, a rémsáskák majdnem minden hatásra immunisak, érzékenység, érzékenyek az acélra és az ezüstre, nagyon érzékenyek a magas frekvencián szóló magas hangokra. A lényeg, hogy magas legyen. Taktikák. A harcban a rémsáskák méretükre és erejükre támaszkodnak, megpróbálják leütni ellenfeleiket, ha sikerül halászcsapást visznek be. Alkimia, rémsáska szem és karom. Ja, tehát gondolom az dob. Az erős varázsló, aki rémsáskát kreált, a hírhedt zerikániai alkimista tanonc Dagobert Sula volt. Ő felügyelte a füvek próbáját Kermorrendben. Oké, okay. Miután észrevette, hogy milyen szörnyű teremtmény a rémsáska, azt mondta, mit tettem, majd elpusztította a szörnyet. Milyen drámai? A feljegyzését sajnos nem semmisítette meg. Palackozott víz. Oké. Okay. Még itt is van pár láda. Fehér sirály. Azonosítatlan főzet. Monstrum, avagy a Witcherek leírása. Könyv. Egy Witcheren ellenes füzet. Leírja, hogy az átlag emberek milyennek látják a Witchereket, és elmesélik Kármulán posztulását. Mindjárt olvassuk. Ja, és alkoholt is vettünk fel, oké. Okay. Temeriai vastőr. What? Ja, ide csak ezüst kardot lehet. Rozsdás kard. De ezt még nem tudom eltenni. Whatever. Fejsze. Ezt betesszük, nem? Hogy veszem elő? Sebzés 5-15. Ez a fegyver nem használt a Witcher harc stílusokkal. Akkor minek vettük fel? Nem értem. Hogy tudom elővenni? Várjátok csak. Így, oké. De nem tudok ütni. Ezzel se tudok most ütni, ugye? Nem. Ja jó, akkor csak ellenfelt lehet, csak úgy nem lehet csak úgy ütni, érted? Jó, átváltunk békés módra, megyünk tovább. De nem erre. Benézünk ide. Oké. Fiókos szekrény. Szekrény. Kenyér. Kecsketej. Birkacom. Minden kell. Aztán majd semmi nem fog majd beférni már. Oké. Okay. Uh-huh. Ó, és ez Triss szobája. Ah, oké. Okay. Mármint, hogy jelenleg Triss szobája. Tüszáni vörös. Kis tüszáni bor az mindig jól jön. Oké. Okay. Szekrény. Egy testes kedveni. Na jó, menjünk.
Ugye most akkor vissza kéne mennünk a... Ja, a földszintén. Erre. Nem tudom, hogy beszélni tudunk-e most valakivel. Ez kell. Geralt, hol van Leo? Lenne néhány kérdésem. Mi történt? Okay. Mit használjak a főzetem alapjául? Alkoholt. Minél jobb, annál tisztább a főzeted. Itt otthon vagy. Itt otthon vagy. Mindig is jobban szerettem a fegyverraktárakat, mint a laborokat. Bár Veszemír kihangsúlyozza a varázsitalok fontosságát, ő alig tud róluk valamit. Megpróbál mindenre megtanítani, amit fiatal korában tanult. De engem nem érdekelnek azok a porok és a többi szemét. Triss nem tudna segíteni Leo mutációjában. Soha nem mutattuk meg neki a labort, és az utolsó mutáció évekkel ezelőtt volt. Veszemír ezt jobban tudja. Azt hiszed, Triss soha nem használta a varázs erejét arra, hogy bekukkantson? Ő tiszteletben tartja a titkainkat, és én bízom benne. Szóval miért nem mutatjátok meg neki a labort? Triss arra szeretné használni a titkainkat, hogy embereket gyógyítson, és hasonlók. De ez soha nem olyan egyszerű. Hallottál Alfred Nabelről, a gnómról? Emlékezett kiesésem van. Éveken át tartó kutatásai során felfedezett egy csodálatos anyagot. Arra szánta, hogy bányákban és kőfejtőkben használják, de nem látta előre, hogy másra is fel lehet használni. Mások viszont rájöttek, hogy egy anyag, amit arra terveztek, hogy kiássák a gránitot a talajból, várfalakat is képes megsemmisíteni. Mi történt Alfred felfedezésével? Alfred öngyilkosságot követett el, és laborját leégették. De ez a dinamit, igen. Mesélj nekem a próbákról. Ez egy háromfázisú folyamat. Az első a választás. Leo teljesítette ezt kitartó edzéssel és diétával. Gyanítom, hogy ez több, mint egy egyszerű diéta. Speciális gombákat, mohákat és gyógyfüveket termesztenek a laborban. Ezeket edzéssel kombinálva felgyorsítható az anyagcsere és az izmok növekedése. Mindenki átment az első stádiumon. Sajnos nem. A máj és a szív gyakran károsodik, és az elme is feladja néha, túlzott agresszivitást eredményezve. Mi a második fázis? A füvek próbája. A rajtaütés előtt a laborban fiolákat, alkimiai szereket, képleteket, gyógynövényeket és a füveket tárolták. Voltál már valaha szemtanúja egy próbának? Csak a sajátoménak. Azt hittem, megőrülök, amikor a hajam fehérré változott. A füvek az idegrendszerre hatnak, és villámgyors reflexeket eredményeznek. 10-ből csak 4-en élik túl. 10-ből csak 4-en. Jó arány. És a harmadik stádium? Jó arány, azt mondja. Ez olyan változásokkal jár együtt, mint a szem, a csontvelő és a hormonok mutációja. De mi látunk a sötétben. Gyorsabban gyógyulunk, és nagyobb védettségünk van a mérgek ellen, mint egy normál embernek. Milyen áron? Terméketlenek vagyunk. A változások visszafordíthatatlanok? Teljesen. Oké. Láttad a mágikus vihart? Igen. Mielőtt eljött, a lappantyúk egész raja szállt fel. Madarak százai. Normálisnak mondható. Lappantyú. Mégis. Általában kevesebben gyűlnek össze, és hangjuk ritkán annyira kétségbe esett. Amikor jött a vihar, K.R. Moren felé vettem az irányt. Oké. Viszlát. Viszlát. Jó. Lambert. Hello újra. Hello. Kész. Megvannak az összetevők. Már biztonságos odafent.
Rendben, de még szükséged van pár dologra a főzethez. Mi? Egy erős vadállatkarma és egy kis fecskefű. Veszemir el fogja mondani, hol találod őket. Most meg foglak tanítani a formulára. Fecskefű. Fehér sirály. A fehér sirály mágikus frissítő, de más főzetek elkészítéséhez is fel lehet használni 5 összetevő alapjaként. Igen, a főzetet az összetevők összekeverésével kell elkészíteni, ami 2 adag vitriolt és 1 adag ribiszt jelent. Erős alkohol legyen az alapja. Hatóidő hosszú, mérgezés közepes. A fehér sirály enyhe halucinogén, mely kellemes érzéssel tölti el a telet erődjükbe kiváró vicsereket. A vicserek a saját maguk által neveztett titkos összetevőből készítik a főzetet, de széles körben felelhető alapanyagokba is el lehet készíteni. Oké. Egy kihívás. What? Újabb martalócokat találtam fent, de... Értettem, ők nem jelenthetnek problémát. Egy kihívás. Lambertet azonban elkapta a rémsáska, de semmi komoly. Jó, hogy Triss után mentél és lefoglaltad azt a mágust. Még meg tudott menteni néhány felszerelést, de a legfontosabbak eltűntek. A szép varázslónőnknek igaza volt, tudom. Fogadd el ezt a páncélt és kardot. Neked tartogattam őket. Király. Lambert ideadta a formulát. Kell lennie nálad fehér sirálynak és kalcium equumnak. Mi a következő? Szükséged lesz fecskefűre. Vedd el az enyémet. Easy peasy. Valamint egy szörnykarmára, olyanra, mint a rémsáskáé. Hogy megnyúzz egy teremtményt, vígy egy éles kést, és vágd végig a törzsnél. Aztán nyúzd meg a rémsáskát a felső udvarban, aztán pihenj le a tűznél, miközben a főzet készül. What? De nem menj még el. Igen? Mi történik, ha elrontom a hozzávalókat? Többet kell majd találnod. Hol? A karom és a fecskefű meg lesz. Eszkelnél van még alkohol, és találhatsz még kalciumot a Triss szobájában lévő ládában. Hozd el, amint tudod. Vannak még más vicserek? Volt 2 másik vicseriskola is, de rég nem hallottam már róluk. Te találkoztál az összes vicserrel, akiről tudok, kivéve Berengárt. Berengár. Nem hiszem. Egy befelé forduló egyén mindig a saját útját járta. Igazából szerintem senki nem mondhatja el magáról, hogy ismeri Berengárt. Sokszor elmenekült Kaer Moremből, de a végén mindig visszatért. A füvek próbája után elfogadta a sorsát, és elkezdett igaziból gyakorolni. Miért nincs itt? Nem tudom. Elvesztettük a kapcsolatot vele. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Ki volt Leo? Nyúzd meg a rémsáskát a felső udvarban, aztán pihenj le a tűznél, miközben a főzet készül. Sajnálom. Vissza fogjuk szerezni a titkainkat, és megtaláljuk Leo gyilkosait, még ha a világ végén rejtőznek is. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Védted már Kaer Morent ezelőtt? Sok vicser élt itt régebben, akik az újakat képezték ki a próbákra. Csak ők ismerték a mutáció titkait. Néha átteleltek itt olyan vicserek is, akik nem tudtak beilleszkedni az emberek közé. A harc előtt 23 vicser és 40 tanuló hívhatta Kaer Morent otthonának. De nem volt kevés a csőcserék ellen, amely ellenünk vonult. Soha nem tudtam, hogy miért jöttek. Néhányan azt mondják, a harag és a megvetés egy hirtelen kirobbanása volt a vicserek felé. De nem, valaki provokálta a csőcseléket röpcédulákkal, amiket hazugságokkal töltöttek ki. Különleges ügynökök olvasták fel ezeket a parasztoknak. Az igaz, hogy a fanatikusok nem tudták volna elfoglalni az erődöt a varázslók segítsége nélkül, még úgy sem, hogy számban messze felülmúltak minket. Nem kímélték még a legfiatalabbakat sem. Én maradtam egyedül életben.
Nézz körül, farkas. Csak csontvázak maradtak. Esetleg találni fogsz egy röpcédulát, ahol egyszerre több száz is volt. Jegyezd meg, mint figyelmeztetést, hogy mire képesek a gonosz emberek. Értettem. A játékokban a csontik, a szemük és egyéb érzékszervek hiányának ellenére azért tudják, hogy hol vagy, mert a benned lévő, kiszabadulásra váró csontival beszélgetnek, szkelepátiával. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Van ötleted, kik voltak a támadók? Nem, de a mágus nem szokványos banditákra gyanakszik. Szalamandra jelvényeket találtunk a halottakon. Úgy érzem, nehéz időszak áll előttünk. Jó, tehát fogalmas viszonylag van. Oké. Jó, megkaptuk fecskefű, megkaptad Witcher acélkard, szegecselt bőrkabát, Berengár, Vezemír. Oké. Na. Főzett Trisznek. Megtanultam szörnyet nyúzni. Hát amúgy azért Vezemír nem vitte túlzásba az információt, de mindegy. Vezemír azt mondta, hogy menjek ki az udvarra és szerezzem meg a rémsárka karmát. Ki kell mennem az udvarra és megszereznem a rémsárka... Jó. Kálcium. Lókálcium. Rémsáska karom. Oké. Orvoslás. A betegségek évszázadok óta kínozzák az emberiséget, amikor Jan Becker az uralma alá hajtotta az erőt, az emberek komoly fegyvert kaptak a betegségek ellen. A mágusok tanulmányozzák a baktériumokat és vírusokat, valamint a genetikát. Hát mágusok, hát igen. Alchemist. Na mindegy, kutatásaikat az orvosok hasznosítják, akik a kórházakban igen hatékony orvosságokat állítanak elő. Léteznek továbbá mágikus főzetek, amik gyógyítják a sebesüléseket, valamint a belgyógyászati bajokat is. Sok mágia használó, mint Marty Södergen, vagy Visenna gyógyítók lettek, és az utakat róla felállják segítségüket, ahol csak tudják. Ha? Jó, mindegy. Alkimiai alapok. Jó. Helyek, karakterek. Igen, egyike azon keveseknek, akik túlélték a csőcselék Kermoren elleni támadását. Jó tudja, hogy néhány ember mennyire gyűlöli a vicsereket. Jó, Berengár. Vezemír mesélt egy Witcherről, aki az érkezésem előtt hagyta el Kermorent. A neve Berengár. Jó, más nincsen. Oké. Ja, Berengár titka küldetése. A Kermoreni társaimtól eltekintve életben van még egy Witcher, Berengár. A távolságtartó testvériséggel szemben a támadás idején sem volt a kastélyban. Vajon hol van akkor? Ki ő? Ha találkozom vele, ezeket a kérdéseket biztosan felteszem neki. Vezemír megemlítette egy Kermoreni lakost, egy Berengár nevű Witchert. Na jó. Oké. Jó, hát... menjünk ki, akkor szedjük össze a karmot. Udvar bejárata. Hát így is mondhatjuk. Vagy hogy a ház kijárata. Na, itt vannak a maradványok. Ahhoz, hogy kijön az alkimia össze, kattints bal gombbal a rémsáska tetemére. Kat. Jó, van itt karom, meg szem. Meg is van. Meg kell találnom Vezemét és el kell készítenem a főzetet. Jó.
De akkor most miért kell nekünk Vezemirhez? Ja, mert meditációkor lehet csak, ugye? Hova tűnt Triss? Igen? Hol van Lambert és Eskel? Az emeleten. Lambert a könyvtárban van. Eskel pedig átviszi Trisst a szobájába. Az összes hozzávaló megvan. Jó, most pihenj és készítsd el az italt a formula szerint. Oké. Alkímia. Triss orvossága. Mi történik? Oké. Fecskefű. Jó. Hát ezek kellenek, ugye? De akkor... Jó. Automatikusan berakta az összetevőket. Király. Jó, akkor meg is van, és akkor elvisszük Trissnek. Ja, fönt van a szobájában. Ugye? Gondolom. Kati is kétszer a bal egérgombbal a főzetre, hogy oda a Trissnek. Köszönöm, Geralt. Remélem, ez az ital segít. Rettenetes. Azt álmodtam, hogy Lambert velem volt. Azt mondta, ne merj meghalni nekem, Marigold, és... Önfejű boszorkány vagy, aki mindent jobban tud. Annyira örülök, hogy látlak téged. Miért nevetsz? Örülök, hogy jobban érzed magad. Tudom, hogy el kellene indulnunk, de van egy olyan érzésem, hogy nem jövünk vissza, talán soha többet. Nem maradnál egy kicsit még itt velem? Gondolom, mi... Annyira örülök, hogy itt vagy. Amikor megláttalak téged, az érzéseim, amiket megpróbáltam megtagadni, visszatértek, erősebbek, mint valaha. Triss, nem vitathatom a múltat. Persze. Hogy mi? Nem is érti. Nem kellene nyomást gyakorolnom rád. Csak én így érzek. Az erők... Úgy viselkedem, mint egy tinédzser. Koncentráljunk a jelenre. Az erők? Vesemir elmondta nekem, hogy mi történt. Csalódást okoztam nektek. Bocsáss meg. Mindenkiben forduljunk vissza. Hó. Minket nincs mit megbocsátani. Amit akkor éreztem, amikor megtudtam, hogy életben vagy, nehéz bármihez hasonlítani. Oh. Kivéve talán ahhoz, amit akkor érzek, ha rád nézek. Annyira hiányoztál. Lássuk, hogy a legjobb ágy Kaer Morhenben kibír-e minket. Ez gyors volt. Jó volt ez a főzet.
Ó, igen, és ilyen kártyákat lehet gyűjteni. Ebben így oldották meg a Zegzet. Igen, a nevetést nem fizették ki. Ó, Geralt, örülök, mint mindig. Mint mindig. Te nem emlékszel? Sajnos. Hogy végződött a harc? Betörtek a laborba, megölték Leót, ellopták a mutagénjeiket és elmenekültek. Szegény Veszemír. Egy másik pártfogadja is idő előtt meghalt. Elhalasztottuk a temetést, amíg felébredsz. A mutagének. Elvesztésük katasztrofálisnak bizonyulhat. Ne veszítsünk több időt. Ne veszíts. Miért vitatkoztál Veszemírrel? Neki nagy a hatalma. Teljes mértékben irányítani tudta azt az energiát, amit a körből nyert. Hamarosan szembenézhetünk egy újabb Vilgefortzal. Remek. Nem baj. Van valami, amit szeretnék megtanítani neked. Mehetünk? Helyre tudnád állítani a memóriámat? Meg kellene vizsgálnom téged. Jó esély van rá, hogy a memóriád visszatér magától. Mennyi az esélye? Lehet, hogy segítene, ha tudnám, mi okozta a memória vesztésedet. Nos, nincs most idő erre. Mehetünk? Mik a következményei a fosztogatásnak? A legtöbb varázsló és uralkodó eladná a kabzsi, hataloméhes lelkét, hogy mutagénekhez jusson. Csak a misztikus művészetek mestere tudja használni azt a tudást. Nem sok ilyen létezik. Mi van a gazdag kereskedőkkel, hercegekkel, királyokkal? Bármi lehetséges, de a spekuláció csak időpocsékolás. Igaz. Mehetünk? Tennem kell valamit. Vissza fogok térni, amint elkészültem. Oké. Jó, Triss felépült. Szintlépés. Oké, na meditálni kéne. Trissnél nem tudunk meditálni. Oké, Kermorán védelmet találkoztam a varázslónővel, sokat beszélgetünk, most beszélnem kell Veszemírrel, és el kell mennem Leó temetésére. Oké. Főzett Trissnek. Ah, és akkor itt vannak az egyes fázisok. A főzet szerencsére segített Trissnek, a varázslónő gyorsan felépült. Szerencsé, hogy életbe maradt. Úgy érzem, több is volt közöttünk egykor. Igen. Jó. Na, az első küldit meg is csináltuk. Mit akartam? Igen, jó. Mindegy, megyünk tovább akkor. Jó. Mehetünk? Igen, mehetünk. Igen. Nem kellene megvárakoztatnunk Veszemírt. Nem kellene megváltoztatnunk végül is. Semmi olyan nem történt, ami az időt töltené. Tudjuk honnan és miért jöttek ezek a banditák. Ha együtt indulnánk, magunkra vonnánk a figyelmet. Ha szétoszlunk, több területet bejárhatunk egyszerre. Nyugatra indulok. Ismerek arra pár embert, és jobban szeretem a tengerparti éghajlatot. Én keletre megyek, kedvembe, ha csak nincs valakinek ellenvetése. Rendben, merre kell mennem? Délre, Temeriába. Foltest király tartozik neked egy szívességgel. Nemrég leszettél egy átkot a lányáról. Lehet, hogy ott rábukkansz a banditák nyomára. És te, Triss?
Megteszek mindent, hogy rábukkanjak a banditák nyomára. Ha bármit megtudok, szólok Geraltnak. Akkor ez egy terv. Akkor így jutunk el Temeriába. Összegyűjtöm az információkat és megkereslek Vizimában. Vizimában. Triss. Nem Geralt. Nem szeretek búcsúzkodni. Még elsírnám magam, és az a legszánalmasabb, amikor egy varázslónő sír. Ne ölesd meg magad, Geralt. Nem tudnám elviselni. Hamarosan találkozunk. Viszlát, Triss. A narrátor elment kávézni. Rivia Geralt délfelé Vizimába indult. Vizima külvárosa. Oh yeah! Caroline, fáradt vagyok. Már első fejezet. Hamarosan odaérünk. Fázom. Hozunk neked meleg tejet és mézet. Szeretni fogod. Igen, köszönöm, Caroline. Caroline. Mit csinálnak azok a kutyák? Kutyák? Ne nézz oda. De fáj. Na jó, nem, ezt a viccet nem mondom el. Alvin, csináld azt, amit mondok. Ez nagyon fontos. Rohanj a fogadóba, amilyen gyorsan csak tudsz. És ne nézz vissza. Értetted? Ezek ördögi kutyák. Fuss! Fuss, Alvin. Mi a fene? Zárd be a kaput gyorsan! A bestia! A bestia támad! Szólaltasd meg a vészjelzőt! Hát, Caroline... Geralt, kint van egy nő, a kutyák széttépik, segíts rajta! Segítség! Ne nyisd ki a kaput! Azok a kutyák életveszélyesek! Szörnyetegek vagytok! Álljatok hátrébb! Majd én megmentem! Ne menj ki egyedül! Mind meghalunk! Mi a fene volt ez? Bizonyára már. Hát, ezt én se tudom. A bestia. Mi a fene volt ez? Geralt. A kard és fejszekora közeledik. A fehér fagy és fehér fény ideje. Az őrület és megvetéskora. Tedd el a vég ideje. A világ elpusztul a jég által, és újraéled az új nap által. Újraéled az ősök véréből, a Hel Ihaerből, az elültetett magból. Magból, amely nem csirázik ki, hanem lángokban tör ki. Itlin az ősi tünde proféciája. Remélem jól van. Ki Itlin? Úgy tűnik, ő mentett meg minket a bestiától. Remek, azt hiszem Alvin már jobban van. Keresek valakit, aki gondját viselni. Alvin jobban van, azt ott hátul feltrengi, érted? Közben a fogadóban maradunk. Idefele jövett, találkoztam néhány vadkutyával, de mások voltak, mint ezek. És nem zöld szőrzetre gondolok. Tudsz valamit róluk? Rettegésben tartják a falut, embereket ölnek.
A falkát egy hatalmas kutyaember vezeti, akit bestiaként emlegetnek. Talán valaki hajlandó fizetni azért, hogy megöljem a bestiát. Ez a vicserek dolga, nem? Elég a szörnyekből. Mi szél hozott? Egy szalamandra jelvényes embert keresek. Ne olyan hangosan. Volt itt valaki, de a parasztok nem fognak róla beszélni. Talán a tiszteletes tud valamit. Kérdezd meg őt a bestiáról is. A tiszteletes. Megfogom. Valami más? Tudsz bármit a szalamandráról? Egy bandita csoport tartja rettegésben a helyieket. Tegnap visszahoztak egy fiút, akit szöges korbáccsal vertek el. Szöges korbács? A méheni korbács, aminek kampók vannak a végén. A legtöbb civilizált ország már betiltotta. A fiú magánkívül volt, és valami váltságdíjról motyogott, meg a tiszteletesről. Az éjszaka folyamán meghalt. Köszönöm. Lehet, hogy tovább maradok, mint gondoltam volna. Miért érdekel a szalamandra? Megöltek egy hozzám közel álló szemét, és megloptak. Nem lennék a helyükben. Igen. Ismerjük mi egymást? Én vagyok az, Shani, nem ismersz meg. Úgy hallottam, meghaltál. Sajnos elvesztettem minden emlékemet. Attól tartok, nem tudok segíteni. Az orvoslás még nem elterjedt tudományi térszakon. Csak annyit mondhatok, hogy az emlékek néha maguktól is visszajöhetnek. Nem olyan vészes, már egészen megszoktam. Nem örülök, hogy ezt kell mondanom, de ebben a varázslók sokkal jobbak nálunk. Talán valamelyikük tud rajtad segíteni. Mi szél hozott? Mi szél hozott? A Lebióda kórháznak segítek küzdeni a Katriona ellen. Meddig maradsz? Még nem segítettem a kutyatámadások áldozatain. Oké. Mi lesz Alvinnal? Nem tudom, talán egy falubeli magához vehetné. Bizonyára megteszi valaki. Valami más? Viszlát. Oké. Bargest koponya. Oké, mindjárt megnézzük a küldetésnaplót. Witcher titkok 2. Fázis: a falusiak bizalmának elnyerése. Szerencsére egy vízum a melletti településen rábukkantam egy szalamandra melltűs férfi nyomára. A helyiek tudnak erről a szalamandráról, de nagyon bizalmatlanok. El kell nyernem a bizalmukat, és akkor talán elmondják, hogy mit tudnak a bűnszövetkezetről. Aha. Itt még volt egy... A banditák, akik megtámadták Kaer Morhent, azt kiabálták, hogy szalamandra. Biztos ez a bűnszövetkezet neve. Nem hagyhatom, hogy megússzák, amit tettek. Megbosszulom Leo halálát, és visszaszerzem az ellopott Witcher titkokat. A szörnyről és emberről. A bestia megrémítette a fiút, aki mágikus transzba esett, és proféciákat kezdett mormolni. Tehát mindenkivel megesik. Úgy tűnik, a külvárosnak is megvannak a saját misztikumai. Hogy megértsem ezeket, meg kell keresnem a tiszteletest. Jó, szalamandra nyomai. A helyi közösség vezetője, a tiszteletes talán tud valamit a szalamandra melltűs férfiról. Mindenhol fel kell keresnem az előjárót. Minimum gépigény, Pentium 4, 2,4 GHz. Az menő. Az éppen megvan. Hát igen, 2007. Jó. Oké. Na még valamit. Igen, van új karakter. Alvin. Egy Alvin nevű fiú sikeresen elmenekült a Bargest támadás elől, de ez nevelőanyja életébe került. A sok miatt a fiú jósolni kezdett, majd Ithilien proféciáját mormolta. Úgy tűnik, Alvin egy forrás. Mágikus erővel rendelkezik, de nem tudja még irányítani. Shani,
Miután megérkeztem a külvárosba, drámai körülmények között találkoztam Sárnival, egy régi ismerősömmel. Sárni az orvoslásnak szentelt életét, itt a külvárosban pedig jó sok dolga akad. Innen volt időnk fecsegni. Úgy hiszem, hogy ez az érzékeny, okos lány nagyon kedvel engem. Hát ez a harmadik részben is kiderült, de most nem olyan érdekes. Jó, Triss. Igen. Triss Merigold a barátom. Látott meghalni, így visszatérésem eléggé meglepte őt. Triss egy varázslónő, köztük is az egyik legtehetségesebb és legbefolyásosabb. Számos hatalmas barátja van, és ismeri Kermoren vicsereit is. Egyike azon keveseknek, akik ismerik az erődbe vezető utat, úgy hiszem, hogy Triss nagyon kedvel. Hát igen. Leo temetését követően a varázsló vízimába teleportált, megígérte, hogy kapcsolatait kiaknázva információkat gyűjt majd a szalamandrákról. Triss azt mondta, hogy felkeres, amint vízima városába érek. Jó. És akkor külváros. Mint minden nagyvárosnak, Vizimának is van külvárosa. Melyet néha peremkerületnek is neveznek. A városfalhoz közel olyan városlakók házai találhatók, akiknek nem volt elég pénzük a városban ingatlant vásárolni, vagy nem bírták a vizimai csatornák szagát. Kicsivel arrébb a mezőkön és réteken parasztházak állnak. Sajnos a nehéz idők megviselték a külvárost. Sok ház elhagyatott, mivel tulajdonosaikat megölték a névgárdiak, a szörnyek, vagy egyszerűen csak elvitt őket a járvány. És Temeria. Temeria országát nem csak emberek, hanem törpök, tündék, gnómok és driádok is lakják. A névgárdi háborút követően sok területet megszálltak a mindenféle szörnyetegek, amik ez ideig fenyegették a lakosokat. Az utakat a törvényen kívüliek és banditák tartják rémuralmuk alatt. Ezek eredményeképp a vicserek szolgálatai ismét hasznossá váltak, bár az emberek még mindig megvetik a szörnyvadászokat mutáns mi voltuk miatt. Temeria királysága címerén ezüstlilium látható fekete háttér előtt. Ez a befolyásos királyság az utóbbi években a bölcs Foltes király uralma alatt nagyon megerősödött. A Pontár folyó túloldalán fekszik Redania országa, délkeleten hegyvidék határolja, itt található Mahakam is, ahol törpök és gnómok élnek. Ezen túl fekszik Liria és Eden földje, Temeria fővárosa Vizima, a Vizima tó partján terül el. Az ország második legnagyobb városa Maribor. Temeria saját pénzzel rendelkezik, melyet Orennek hívnak, a legerjedtebb vallások közé tartozik Melitele kultusza és az örök tűz köré épült hitvilág. A lágró rózsa rendjének mindkét földeszállása Temeria területén található, de rendelkeznek még számos kisebb képviselet is az ország területén. Na. Jó. És akkor más nincs is. Na. Tábortűzek. Kattints a bal gombbal egy égő tábortűzre, így meditáció módba léphetsz. Nagyon jó. Nekünk pont az kell. Mert el kell osztanunk a pontjainkat. 6 pontunk van. Na nézzük. Védelem. Hárítás plusz 10%. Menjen. Életerő regeneráció plusz 1 másodpercenként. Ökölharc során segítséget nyújt. Oké. Okay. Kézügyességnél mi van? Aha, oké. Okay. Jó, ezt megtanultuk. Oké. Okay. Jó, mi van itt? Álló, igen, ez állóképességre ad. Meg van ugye az intelligencia, az meg a jelek. Jó, hát mi akkor kardra lehet, hogy adunk egy kicsit. Most már az ezüst kardot is nyomatjuk majd, mert kelleni fog. Hogy mi? Azt így körbeültek, érted? Vizima kapui zárva vannak. Remek.
Ott van még egy hordó. Vizi majd gyógyhűkereskedő. Ó, csirkés szendvics. Király. Üdvözlet. Ó. Oh. Üdvözlet. Itt ragadtam az árummal. A családom pedig a városban vár rám. Nem tudsz belépni. Vele már itt lehet találkozni. Vizima kapui zárva vannak a pest is miatt. Semmi majd. Sem rosszabb az üzletnek, mint egy járvány. Csak várnunk kell. A legtöbb beteg már halott. De a bestia és a rablók tovább fokozzák a rettegést. Csonki boly. Kérdezhetek valamit? Micsodát? Mesélj a pestisről. Mesélj a pestisről. A búbó pestis egy fajtája. Kerülök mindenkit, aki csak egy kicsit is betegnek tűnik. Te nem félsz? Immunis vagyok a fertőzésre. Nagyapa ugyanezt mondta. A fekélyeiről azt állította, csak megégett. Nyugodjék békében. Micsodát? Beszélj a bestiáról. Azt beszélik valami fantomféle. Fantomféle. Semmiből tűnik elő, és lemészárolja a bűnös lelkűeket. Érdekes. A királyi hivatalnokok igazi csemegék lesznek a számára. Más szellemek is szolgálják, védebb alakjában. Megkérdezem a helyieket. Micsodát? Vannak errefelé banditek? Bizonyám. Katonáknak hívják magukat, és kenőpénzeket követelnek. Ráadásul egy vizimai szekta is érkezett. Ezek a szalamandra jelét viselik? Sosem láttam őket. A tiszteletes talán többet tud. Oké. Okay. Meg fogom kérdezni. Micsodát? Micsodát? Jó, és akkor ez árul ilyen dolgokat. Vízmálna... Almalé, fehér mirtus szirmok, hunyor szirmok, balissza gyümölcs, török méz. Jó, a mezei növényekről. Növényhatározó segítségével felismertővé válnak a vízima környéki növények. Ó, igen, emlékszem, mert itt nem tudsz csak úgy szüretelni, ahogy mész, meg gyógynövényeket gyűjteni, hanem meg kellett tanulni. Ezek a föld alatti növények. És kurva drága egyébként, teszem hozzá. Jó, eladni lehet? Lehet. Hány darabot szeretnél kivenni a készletből? Kattints kétszer a tárgyaladásához. Ó, oké. 6 órán. Négy órán adott a kibelezett halér, érted? Jó. Ezeket megtartjuk. Oké. Okay. Thanks for your business, mate. Jó. Hirdetőtábla. Egy hirdetőtábla. Talán találok Witchernek való munkát. Felhívások. Kattints bal gombbal a hirdetőtáblára és húzd az adott felhívásokat a tájlistádba. Ha jobb gombbal kattintasz a hirdetés ikonra, új küldetéseket vállalhatsz el. Aha. Jó. Na. Letartóztatási parancs. Felhívás gúlokról. Felhívás folytólidércekről. Felhívás bargesztekről. Jó. És akkor most...
Letartóztatási parancs. Ezennel kijelentjük, hogy a professzor néven ismert ember számos bűncselekményt követett el a korona ellen, úgy mint gyilkosságot, bántalmazást, ellenszegült a városi őröknek, stb. Az aprót nem is mondjuk, hanem olyan érdekes. Aki bújtatja, szintén bűnösnek találtatik, így hát mindenkinek kötelessége segítkezni a bűnös elfogásában. Ezennel 1000 orán jutalmat kínálunk annak, aki élve vagy holtan kézre keríti ezt az embert. Foltes király nevében Vincent Mais, a városi őrség kapitánya. Aha, új küldetés, meg új karakterbejegyzés. Felhívás gúlokról. Szükségem van legalább 3 gúl vérére, busásan megfizetem, Kalkstein az alkimista. Jó, a szörnyhatározóban benne kell lenni a gúlnak, tehát addig nem kezdhetjük el, amíg nem találunk egy könyvet, amiben a gúl leírása van. Értem. Új küldetés. Felhívás folytólidércekről. Az örök tűz egyháza keres valakit, aki elbánna a folyópart menti folytólidércekkel. A fizetési feltétel 3 bestia agyának bemutatása bizonyítékként. Keresd a tiszteletest. Jó, és itt is benne kell lenni a szörny határozóban. Jó. Felhívás bargesztekről. Bátor ember kerestetik, aki elhoz nekem 10 bargeszt koponyát, 100 aranyat kap, Abigail a gyógyfüves. 10 bargeszt koponya? Egy már van nálunk. Nem, 4 vár van nálunk. Na, akkor már csak 6 kell. Jó. És akkor itt vannak a questek. Így van, ez a folytólidérc. Ez a ghoul. Láttam egy körözési felhívást, melynen a professzor szerepel, a Kerr Moran elleni támadás és Lelo haláláért felelős szemétláda. Mivel a professzort körözik, bizonyára a szalamandrának is vannak ellenségei. Az ellenségem ellenség a barátom. Beszélnem kell Vizim a városi őreivel, talán ők segíthetnek kapcsolatba lépni a professzor ellenségeivel. Oké. Okay. Jó, és karakter. Kiderült, hogy a Kerr Moran elleni támadás nem az első merésztette volt a professzornak. A letartóztatási parancs szerint ellenfelemet a törvény is kézre akarja keríteni. Jó. Oké. Okay. Mit akarsz? Mindig ilyen kedvesen fogadod az idegeneket? Ugyanaz. A bestia úgyis megöl mindannyiunkat. Örülök, hogy beszéltünk. Ünnepeljünk! Viszlát. Vigyázzatok! Oké. Okay. Pont ez jutott eszem, hogy akkor viszlát, idősapám. Fogadók és kocsmák. Ha meditálni szeretnél egy fogadóban, beszélj a fogadóssal, majd kattints a meditáció ikonjára. Ha úgy kívánod, tárgyakat hagyhatsz a raktárban, ehhez beszélj a fogadóssal, majd kattints a raktár ikonra. Ja jó, ez a stash. Oké. Okay. Ezzel néha én is így vagyok. Oké. Okay. Fogadós Olaf. Mit akarsz? Egy sört. Nem szeretjük itt a te fajtádat. Csak egy sört kértem. Elfogyott. Értem. Lássuk, mi van. Jó ember. Így áll, gyorsabban zárunk. Fogadós, ha még egyszer ezt csinálod, méregbe gurulok. És azt ugye te sem akarod. Nem.
Nagyon helyes. Csak szeretnék elintézni valamit. Mit akarsz? Mi történik itt? Witcher vagyok. Az örök tűzre! Nincs valami munkád számomra? Nincs. Kérdezd a tiszteletest. Rendben. Beszélek vele. Mit akarsz? Miért ez a mélabú? Nem beszélek idegenekkel. És 5 orenért? Azért még egy bargesztel is beszélnék egész nap. A járvány hatalmas pusztítást végzett. Az emberek sorban haltak meg. 3 hónapon át tartott. Ha nem lett volna a tiszteletes, mind elpusztultunk volna. Nem csoda, ha elővigyázatosak vagyunk az idegenekkel. Nem tudod, milyen érzés, mikor a járvány elviszi a családtagjaidat. A tiszteletes egész nap az örök tűzhöz imádkozott. Még élelmet sem vett magához. Vezeklése megszabadított minket a bűneinktől, és megerősített a hitünkben. Házainkat megtisztítottuk a mocsoktól és a bűntől. A tiszteletes azt mondta a megmaradtaknak. Jól cselekedtetek. Tudom, hogy nehéz volt. Az örök tűz küldte ránk ezt a pusztítást. Ti már tiszták vagytok, örökké élni fogtok. És mi hittünk neki. Aztán kimentünk. Kutyaütő hideg aztán volt, kimentünk. De kitartóan bűnhődtünk. Csúsztunk, másztunk a falu körül, és imádkoztunk az 5 kápolnában. A következő nap a falu csendes volt, mintha minden aludt volna. Azóta kevesebben betegedtek meg. Tanulságos történet. Viszlát. Tanulságos történet. Viszlát. Mit akarsz? Keresek valakit, aki ebben a fogadóban szállt meg. Nézz körül az asztaloknál, bár éjszakára általában mindenki a szobájába vonul. Gyere vissza holnap, ha beszélni akarsz valakivel. Okay. Körbenézek. Mit akarsz? És akkor itt lehet lerakni a raktárba ilyen szarokat. Hogy legyen itt a botyúban hely. Jó, hát ezeket a felhívásokat le is tesszük már ide. Könyveket is. Ezek nem kellene, hogy nálunk legyenek. Jó. Tudnám, hogy a Witcher ezüstkart hol van. Egyébként, amit kaptunk, de... Hát ezt lehet, hogy visszavesszük, mert majd kipróbáljuk, ha jön valami enemy. Jó. Mit akarsz? Van szobád? Neked 5 órán lesz. Oké. Jó, hát szerintem nem tudunk most semmit se csinálni. Nem, nincsenek pontjaink. Jó. Opa. Nem meditálunk. Hanem akkor azt csináljuk, hogy nagyon fontos, hogy elmentsük. Oké. Na, és akkor innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, ami valószínű már jövő héten lesz, mert a heti program már úgy nagyjából megvan, de mindegy, elkezdtük, folytatjuk legközelebb.